Istenből szóljon hozzád most a legszentebb szó. Hadd lássam meg mindenét, Izrael nagy Istenét, mert róla nem szólhat ki, csak az élő igét. Nekik hódol minden tét, téged van meg minden száll. Adonáj, Adonáj, a fény.
földnek és égnek talált a fény irányt felénk, és az ég rejtekében fel, ha ránk lenéz, belátni kér. Most a vég vak sötétjében beáll az ég, de vár a cél. Hozzád száll egyetlen ének, imádlak én, imádlak én. Már készül út hozzád, remény a bajban, fénylő ország, part a viharban, Jézus, majdnem látok már. Nem félek, ki kell, hogy tartsak hangot, értek, hirdeti halkan, készül minden nálam. Minden jó vár az út végén, imádlak én, imádlak én. Minden jó vár az út végén, imádlak én, imádlak én. Minden jó vár az út végén, ott nálad lesz megváltó. Minden jó vár az út végén, imádlak én, imádlak én. Út hosszád, remény a bajban, fénylő ország, part a viharban, Jézus, majd nem látom már. Oh, nem félek, ki kell, hogy tartsam hangot, érted, hirdeti magam, készülj minden nálam. Remény a bajban, tesz jobbá, tart a viharban. Út hozzád, remény a bajban, tesz jobbá, tart a viharban. Út hozzád, remény a bajban, tesz jobbá, tart a viharban. Út hozzád, remény a bajban, tesz jobbá, tart a viharban. Mikor nem érzek semmit belőle, mikor felhőt akarnak előlem, se ami volt, se ami eljönne, sem a világ, nem szakít el tőled, mikor nem érzed semmit belőle.
Uram, köszönjük neked, hogy porból és szelemből formáltál bennünket a te képedre és hasonlatosságodra, hogy veled, a te veled való közösségben éljünk és szolgáljunk tégedet, és hirdessük a te szabadításodat, igazságodat, hogy megismerje minden lélek, minden szív, hogy te vagy az Úr, és rajtad kívül nincsen más Isten. Köszönjük neked, Uram, hogy hívsz bennünket a dicsőségedbe, és kérlek, hogy mindegyikünket támogassál az engedelmességnek a szellemével, hogy mindenkor meghalljuk a szellemnek a hangját, hogy mit mond a gyülekezetnek. Kérlek, Uram, hogy az Isten szellemével elevenítsél meg bennünket, elevenítsd meg a te beszédedet, és szóljál a testvéreknek, mutasd meg a személyükre vonatkozóan a terveket, terveidet, különösen könyörgünk hozzád a ifjú generációért, hogy formáld át a jellemüket, hogy jobban használjad őket, mint bármelyik nemzedéket eddig a történelem során. Hogy tele legyen a föld Isten dicsőségével és Istennek az ismeretével, és ez az ország is, Uram, megszabaduljon a sátán tervétől, sátán ügynökeitől, szolgáitól, hogy a te neved magasztaltassék föl minden településen, városban, és különösen a fővárosban, Budapesten. Dicsőítsd meg, Urunk, a te csodálatos, hatalmas, fenséges nevedet. És könyörgök azokért, Uram, akik a mai összevetelünkre elküldték kéréseiket, hogy hallgass meg, Uram, őket, és válaszoljál rájuk, árasz ki rájuk a te kegyelmedet, gyógyíts meg a betegeket, szabadíts meg, Uram, azokat, akik szenvednek, gyötrődnek, és vedd le róluk a gyötrő, nehéz, elhordozhatatlan igákat, és mutasd meg nekik, Uram, hogy hogy tudják hitáltal a te könnyű és gyönyörűséges igádat magukra venni. Áld meg, Uram, azokat, akik gyászolnak az elmúlt napokban, illetve ezekben az időkben is. Kérlek, hogy vigasztald meg a szívüket, hogy bátorság, a reménység ereje töltse be a lelküket, elméjüket, akaratukat, érzelmüket. A válságban lévő családokért, házasságokért is imádkozunk, Uram, hogy a szeretetnek a szellemét árasz ki rájuk, és ismertesd meg velük azt, hogy a szeretet Istentől van, és aki szeret, az ismeri Istent. Mutasd meg, Uram, a szeretetnek a szellemét, szeretetnek a kötelékét, hogy a házasságok, családok ne essenek széllyel, hanem megerősödjenek, megújuljanak, és a te jelenléted, dicsőséged is megjelenjen ezekben a közösségekben. Áld meg, Uram, a mai napunkat, áld meg a televízió nézőket, rádióhallgatókat, és a szívükhöz szóljál, és mutasd meg a tökéletes akaratodat számunkra Jézus nevében. Amen. Köszöntöm a Vidám Vasárnap nézőit, valamint azokat, akik a rádión keresztül hallgatnak bennünket, és természetesen az itt levőket is nagy tisztelettel köszöntöm, külön azokat, akik először vesznek részt a hídgyülekezetének az Isten tiszteletén, valamint külföldről érkezett testvéreinket, mindenkit, bárhonnan jött. Nagyon örülünk, hogy együtt az Úr Jézus Krisztus nevében, egységben, egy szívvel, egy lélekkel,
magasztaljuk, dicsérjük az Urat, mert az Úr nagy és hatalmas. Kélek benneteket, mielőtt helyet foglalnátok, ti is köszöntsétek egymást, az életetekre kívánjatok egymás életére Istennek az áldását, kegyelmét, hogy megteljetek Istennek a javaival, áldásaival és mindenek előtt az üdvösségnek a bizonyosságával. Halleluja! Hiszem, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hiszem, hogy ő a főpapom, aki fölment tulajdon vérével, az Atyaisten dicsőségében, a szentek szentjében, és megnyitotta a dicsőségnek az útját az ő vére által, mindazok előtt, akik hisznek ő benne, és segítségül hívják az ő nevét. Hiszem, Jézus a Krisztus, ő a királyok királya, uraknak az ura, aki Szent Szellemben, tűzben meríti alá azokat, akik hozzá mennek, és veszik a Szent Szellemet, és ő pedig fölkeni őket Szent Szellemmel, a karizmáival és gyümölcseivel. Én is veszem a Szent Szellemet, mert hiszek a Szent Szellemben, hiszem, hogy a Szent Szellem Isten Úr, személy, mindenható, mindenütt jelenlevő, örökkévaló, és hiszem, hogy a Szent Szellem bennem van, és a testem a Szent Szellem temploma. És a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szent Szellem, hogy még hatékonyabb, gyümölcsözőbb tanúja legyek a Názaretinek, aki meghalt mindannyiunkért, és föltámadott a halálból, hogy Istennek az igazságát hitáltal átadja, akik segítségül hívják a nevét. Amen. Kérlek benneteket, foglaljatok helyet az Úr nevében, és Istennek az igéjéhez kérlek, hogy fordítsátok a figyelmeteket. Folytatjuk azt a sorozatot, amelynek az a célja, hogy meggyőzelek benneteket arról, hogy a szent lélekkel felkent emberek igenis meg tudják változtatni a körülményeiket, a településeket, a nemzeteiket, városaikat. Nézzük meg most az 1 Sámuel könyvét, a 3. fejezetet. Az elhívásról van itt szó, hogy milyen módon hívja el az Úr, hogy alakul ki az Isten és a hívő között a személyes kapcsolat és közösség, és mit jelent a személyes közösség és kapcsolat. De mielőtt rátérnénk a 3. fejezetre, tehát a Sámuelnek az elhívására, rá kell, hogy mutassak arra, hogy Sámuel nagyon fontos szereplő, természetesen óriási nagy jelentősége van Izrael életének a megváltoztatásában, maga a szent királyoknak a felkenetésében, Saul, Dávid, Salamon, ezek a csodálatos évtizedek, közel 100 évről beszélek, ez mind Sámuel prófétának a szolgálatának a gyümölcse volt. De ne feledkezzünk el, és erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Sámuel mögött volt egy nagyon istenfélő hölgy, anyuka, úgy hívták, hogy Anna. És valójában az Annának az imája változtatta meg Izraelt, és az ő imájának az eredményeképpen tudott Sámuel Isten szellemének a kenetével betöltekezni, és a Szentlélek a Sámuel tudta használni. De Annára annyit szeretnék elmondani, ugye volt egy nagy fájdalma, hogy egy meddő hölgy volt, és nagyon bántotta, ugye akkoriban, ez szégyen volt az akkori társadalmakban, hogy nem volt gyermeke, és az Úrhoz ment, az Úrnak a házához ment, öntötte a szívét, és ezzel az egy imával a hatalmas nagy változás sorozat indult el
Izraelnek az életébe, mert előtte lejtmenet volt Izraelben, kaotikus állapotok voltak, zűrzavar volt, úgy tűnt, hogy szétesik az egész ország, és meghiúsul Istennek a terve Izraelre vonatkozóan. De hála Istennek, hogy volt egy istenfélő asszony, aki az Úrhoz állt, Úrhoz ment, először is egy gyermeket kért az Úrtól, ez volt az nagyon fontos, ami a ima kérése. A második pedig az ígérete volt nagyon fontos, ami megváltoztatta a dolgokat, hogy azt mondta Istennek, hogy ha ad neki gyermek áldást, akkor ezt a gyermeket oda fogja adni az Úrnak, oda szenteli az Úrnak a szolgálatára. És mi történt? Az Úr megnyitotta Annának a méhét, és megáldotta egy csodálatos gyermekkel, de még utána is jöttek a gyermekáldások. És az első, aki megnyitotta a méhét, úgy hívják, hogy Sámuel. Tehát, és ezzel az Anna egy új korszakot indított el. Ez is önmagában példa arra, és bizonyíték arra, hogy imával meg lehet változtatni a dolgoknak a folyását. Ha szorgalmasan kiáltanak az emberek az Úrhoz, az Úr azt mondja, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni, és az imádkozó emberek számára elérhető minden, de nem csak személyes szükségeiket tölti be Isten, mert ez arra is példa, hogy az Annának a személyes szükségeit is betöltötte az Úr, sokkal nagyobb módon, mint ahogy az Anna el tudta ezt képzelni, de ugyanakkor ezen keresztül az egész nemzetnek a szükséget betöltötte, mert ahogy mondtam, közel 100 esztendőn keresztül Istentől fölkent emberek kerültek az Izraelnek a vezetésébe, és egy fölemelkedő időszak következett Izrael számára. Mi a tanulság ebből? Imádkozni kell az Úrhoz, kérni kell olyan embereket az Úrtól, akiket Isten fölken, illetve átadják az imával az Úr kegyelmének az ilyen embereket, hogy Isten használja őket, és meg vagyok róla győződve, mint ahogy látjuk a különböző korszakokban, hogyha vannak ilyen Istentől támasztott emberek, akkor a nemzeteknek az állapotában, a nemzetek sorsában pozitív változás indul el. Tehát Anna volt az, aki lezárta az anarchiának, a káosznak az évtizedeit, az imájával megalapozta, hogy egy új korszak induljon el, és ennek az új korszaknak a jeles képviselője egy karizmatikus ember, úgy hívjuk, hogy Sámuel. Harmadik fejezetet nézzük meg, nem fogom felolvasni az egészet, csupán utalni szeretnék rá bizonyos részekre, és tanulságképpen, meg bátorításképpen azok számára, akik keresik az Urat, hogy lehet az Úrral személyesen találkozni. Először is nézzük meg az első verszaktól a harmadik verszakig. Azt mondja Isten igéje, hogy a gyermek Sámuel szolgálva az Úrnak éli előtt, és abban az időben ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyilvánvaló látomás, és történt egyszer, amikor Éli az ő szokott helyén aludt, szemei pedig homályosodni kezdének, hogy látni sem tudott, és Isten szövét neke még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, ahol az Istennek a ládája volt. Itt álljunk meg, és mert ezekben a verszakokban is nagyon fontos dolgok vannak. Először is. Tehát, hogyha az ember csatlakozik az egyházhoz, vagy egyházban benne van, sőt, még szolgálja is az Urat, nem feltétlenül jelenti azt, hogy van neki személyes közössége az Urral. Még akkor sem jelenti, hogyha vette a Szent Lelket, mert a Szent Lélek az lehetőséget teremt arra, hogy személyes közösségben él az Úrral. És látjuk, hogy Sámuel szolgálta az Urat az Éli előtt, és ez még egy fontos dolog van itt, hogy nem egyből a csúcson kell kezdeni, hanem ő is az Élit szolgálta,
tehát az egyházi, vagy ott a templommal kapcsolatos dolgokkal kapcsolatban Sámuel tevékenykedett. Következő nagyon fontos megjegyzés, vagy tényállítás található a felolvasott részben, hogy abban az időben ritkán volt az Istennek kijelentése. Vagyis mit jelent ez? Elmondtam nektek, hogy a Sámuel előtt egy anarchikus, kaotikus időszak volt, az emberek a saját fejük szerint jártak. Mindenki olyan úton járt, amilyennek jónak tartott. Nem volt egység, nem volt vezetés, széthúzás volt a törzsek között. Bűn volt, bálványimádás volt több helyen Izraelben, és látjátok, hogyha káosz van, széthúzás van, veszekednek a testvérek a gyülekezetbe, akkor a Szentlélek megszomorodik, nem ad kijelentést, nem ad vezetést. És ha nincs vezetés, nincs kijelentés, akkor az aktuális akaratát nem ismerjük meg. Nem tárja föl a Szentlélek, hogy mi az, amit ma a mi időnkben meg kell tenni, mik azok a feladatok, amiket az Isten a mennyekben, mint munkát kiró nekünk, hogy végezzük el. És persze, akik szolgálják Istent, akkor is tevékenykednek, ha nem ismerik. Hát épp Sámuel erre példa. De újra mondom, hogy az áldás abból származik, a növekedések és az ébredések abból akkor származnak, ha az Istennek a munkaprogramjából származik az ismeretünk, és ő osztja el a munkát, hogy éppen ma milyen munkát kell elvégezni. Ezt lehetetlenség megismerni kijelentés nélkül. Ezért a kijelentés szellemére szükségünk van, hogy ezt megmutassa, hogy mi az, amit most csinálnom kell, nem holnap, vagy holnap után, hanem ma. Tudjátok nagyon jól, akár a mezőgazdasági munkákban is, hogy minden munkavégzésnek megvan a rendelt időpontja. Se előbb, se utána, később nem jó tenni, mert ha megteszik az emberek, már a munka nem tudja azt a pozitív hatást gyakorolni a termésre, az aratásra vonatkozóan, amit egyébként elérhetne. Ugyanígy van az egyházban is. Most aratásnak az ideje van. Isten azt akarja, hogy az emberek megismerjék az Istent, azt akarja, hogy az egyház megújuljon, fejlődjön, növekedjen, azt akarja, hogy létrejöjjön a szeretetnek a köteléke, a felebarátok között, tehát felebaráti kapcsolatokban, testvéri kapcsolatokban, viszintes szinten is, függőleges szinten is, és akarja rombolni Isten azokat a falakat a nemzetek között, a különböző hátterű emberek között, amelyek hosszú évszakon keresztül az embereket elválasztották és szembeállították egymással, és előítéletessé tették az embereket egymással szemben. Az Isten pedig azért küldte el Jézus Krisztus, hogy lerombolja az ördög munkáját, és ezt a munkát ma a Szentlélek végzi embereken keresztül, de akkor tudják az emberek elvégezni éppen az aktuális munkát, ha a Szentlélek kijelenti, hogy mi az, amit tenni kell. Tehát a kijelentés szelleme az mindig a friss tennivalókat teszi nyilvánvalóvá, és amikor van kijelentés, akkor friss a kenet. Nem állott vízként jelenik meg a Szentlélek, hanem valahogy a gyülekezetnek a szellem élet nem lesz posat, nem lesz állott, nem lesz unalom, hanem szellemi izgalomban élnek az emberek, mert egy perspektíva nyílik mindig a kijelentés eredményeképpen, és jövőre, feladatokra, tetre haggolja rá a Szentlélek az embereket. De ha bűn van, a Új Szövetség világossá teszi, hogy sokféle módon meg lehet szomorítani a Szentléleket, és nem azért mondom, hogy ezt tedd, de lármával, gonosz nyelvekkel, beszédekkel, most a testi bűnökön kívül meg lehet szomorítani a Szent Szellemet, széthúzással, pártoskodással. Ugye látjátok, hogy a különböző apostoli levelekben, szinte minden levélben valamilyen aktuális problémát, val kapcsolatban a Szentlélek ad kijelentést.
Miért ad ki a Szentlélek aktuális kijelentést? Ugyanazért, mert azt akarja, hogy az érintett közösségekben elvégezzék az aktuális feladatokat, elhárítsák azokat az akadályokat, amelyek akadályozzák a Szentléleknek a kiáradását, Szentléleknek a működését. És látjuk Pál apostol nem ugyanazt írja a gyülekezeteknek, hanem a folyamatosan kapta a Szentlélektől a kijelentéseket, annak ellenére, hogy nagyon távol volt a közösségektől sok esetben, de a Szentlélek ugye mindent vizsgál, ismer, minden tudó, ismeri a 100 vagy 200 vagy 300 kilométerrel élő embereknek is a dolgait, és Pál apostol fölkent ember volt, szellemi ember volt, és a Szentlélek kijelentette, hogy akár Rómába, akár Korintusba, akár Efézusba, vagy más helyeken, a gyülekezetekben milyen probléma volt. De természetesen kapott híreket is a gyülekezetektől, különböző utazó misszionárisokon keresztül, de híreket is földolgozta szellemével, és a hírekkel kapcsolatosan a Szentlélek adott neki bizonyságot, hogy mi az, ami igaz, mi az, amire ad a Szentlélek kijelentést, én mire, és biztos vagyok benne, amivel nem foglalkozott, nem reagált rá, mert a Szentlélek nem akart arra válaszolni. Tehát ez a Szentléleknek ez a kijelentése nélkül nem mehet az egyháznak az építése. Nem tud friss kenet lenni a gyülekezetben. Tehát amikor csak a fejről beszélünk, meg a logoszt, ugye az Istennek az igéjének több formája van. Három fő formáról szoktunk beszélni. A megtestesült ige, a názáreti Jézus Krisztus. A másik a logosz, ami benn van a Bibliában, és van a réma, a Szentléleknek az aktuális kijelentése, amit a Szentlélek kijelent, és általában a rémák, az is az igazságnak, az igének egy formája, azok tartalmazzák azokat a friss üzeneteket, amire nagyon fontos figyelni, mert azok segítenek nekünk abban, hogy most akár hétfőn, akár kedden, akár szerdán, akár csütörtökön, milyen területre, milyen munkavégzésre, vagy feladatkörre tegyük a hangsúlyt. És ennek következtében harmóniában tudunk maradni a Szentléleknek a jelenlétébe. Ezért szükség van olyan emberekre, mint Sámuelre, akikben működik a kijelentés szelleme. Az efézusiakhoz itt levélben Pál apostol azért imádkozik, a korintusiakért, de szerintem a budapestiekért is, meg mindenhol élő keresztényekért is, hogy adja meg Isten a kijelentésnek és a bölcsességnek a szellemét, és nyissa meg ezáltal a szívüknek a szemeit, hogy lássák az Istennek az elhívását, megismerjék Isten gazdag örökségét, amit a szenteknek adott, és azt a hatalmas erőt, amit a názáreti Jézus Krisztus föltámadása által tett nyilvánvalóvá, amely nem csak föltámadásról szól, hanem a dicsőségbe való fölemelésről is szól. Tehát a szellemnek, a szívnek, az intuitív képességeinek a fölkeneiséért imádkozik, mert rendkívül fontos, hogy a benned lévő szellemed, vagy a szívednek a képességei megelevenedjenek, ne legyenek hibernált, lehűtött, mirelit állapotba, hanem fölszabaduljon. Például a szellemednek a látóképessége, a szívednek a hallóképessége, a felfogóképessége, átlátóképessége. Ahogy mondtam, alapvetően három részre lehet sorolni a láthatatlan részünknek a képességeit. Ami az egyrészt a ugye, hallgatással áll összefüggésbe, a befogadással és megtartásra, a harmadik csoport pedig a megcselekvésére a dolognak. Nagyon sok ember ugye hallgatja Isten igéjét, de képtelen megcselekedni, mert a szellemét nem járta át úgy a Szentlélek, hogy a tett erőt hozzon létre benne az Istennek az igéje. És ahogy mondtam nektek, hogy soha az Isten igéjét ne úgy hallgassátok, hogy intellektuális ismeretek növekedjenek benneteket. Persze, hogy növel, de ez önmagában nem elégséges. Nem teológiailag kell nagyfejűnek vagy dagadfejűnek lenni, hanem a lényeg az, hogy Isten azért bocsátja ki a szavát, hogy tegyed Isten tökéletes akaratát. Betöltsed Isten tökéletes akaratát. Hirdesd az Isten országon az evangéliumát, betegeket gyógyítsál, démonokat üzél,
és járjál az Úrnak az erejében, hogy amit az Úr mond, azt tegyed meg az elhívásodnak és a kenetednek megfelelően. Tehát amikor a keresztények, az egyházban is ugyanez a helyzet, mint Izrael fiaiban, káosz van egy gyülekezetben, nem az ördög ellen harcolnak a keresztények, hanem egymás ellen harcolnak, egymással birkóznak, és nem fejedelemségekkel, hatalmasságokkal, akkor ritkán van kijelentés. Mert mindenki arról beszél, hogy na, mit csinált XY? Na, mi volt arra a válasz a másik C-től, Z-től, stb. És tele van a gyülekezet pletykával. De az Istennek az igéjét pedig a pletykák, meg ezek a buta dolgok, buta gyülekezeti, ostoba gyülekezeti ügyek háttérbe szorítják, erőtlenné teszik. Ez majd, és így teremtenek ma is a karizmatikus pünkösdi gyülekezetek egy elviselhetetlen tradíciót. Amiről Jézusnak az a véleménye, hogy erőtlenné teszitek Istennek az igéjét, és mivel, hogy ez a tradícióban csak semmi jó nincsen, a szívetek pedig távol marad Istentől, és már nem is tudjátok, hogy milyen messze vagytok az élő Istentől. Úgyhogy ezért meg kell próbálni a szívünket, hogy hitben vagyunk-e, és ki kell zárni mindazokat a dolgokat a közösségi életből, egyéni életből, de igaz ez a családra vonatkozóan is, mert a családra is, önnek is szüksége van vezetésre, szüksége van kijelentésekre, sok esetben olyan döntés előtt állnak a családok, hogy természetes szinten nagyon nehéz átlátni a dolgokat, és kijelentés nagy segítséget tud nyújtani, ha megvilágítja akár a férnek, vagy akár a feleségen keresztül a Isten a tökéletes akaratát, és elindul annak az ügynek a rendezése, vagy annakból a helyzetből való kijövetel, vagy nehéz helyzetből való kijövetel. Isten azt akarja, hogy szellemben járjunk, de a szellemben való járásnak az előfeltétele tehát, hogy ne maradjon a menny néma, ne maradjon az Isten néma, hanem megszólítson bennünket, szóljunk hozzá reggel, délbe, este, váratlanul, teljesen mindegy. Ő nem alszik, ő akar szólni az emberhez. De viszont van, amikor Isten visszavonul, mert látja, hogy olyan a viszonyulás ő a személyhez, olyan a tiszteletlenül bánnak az ő nevével, tiszteletlenül bánnak az ő beszédével, tiszteletlenül bánnak azzal a szellemmel, amit megosztott az ő népével, amivel betöltötte őket, hogy nem megfelelően viszonyulnak hozzá, nem rendelik alá magukat neki, nem tisztelik azt a kenetet, azokat az ajándékokat, ami megosztott nekik, hanem taposság lábbal is beszennyezik. Ugye pontosan az Ezékiel profétánál van egy kijelentés, hogy Isten ítéletet tesz a juhok között is, a kosok között is, idézőjelbe ezek ugye vezérek, vezetők, és arról beszél, hogy fölzavarják a vizet. Tudjátok, láttatok már ilyen itatást, hogy amikor tiszta a víz, akkor egészen más fogyasztanak az állatok. De némely állat tiszteletlenül viselkedik a másik jószággal szemben. Belemegy a vízbe, fölzavarja a sarat, ami a víz alatt van, és a többi jószág pedig sáros vizet iszik. Na most ezt a képet használja a Szentlélek arra, hogyha az emberek megszentségtelenítik, tisztátalanná teszik azt a kenetet, azt a szellemet, amit az Úr elküldött az ő népének, akkor a kosokat meg fogja büntetni. Tehát nekünk kosoknak vigyáznunk, és juhoknak is vigyáznunk kell, hogy a Szent Szellem tiszta maradjon az életünkben, ne szomorodjon meg, szóljon, a személyiség jegyei meg tudjanak nyilvánulni, az értelme, a kommunikációs képessége, az érzelmei, az ereje, a hatalma, mert a Szentlélek személy, és ezekkel mind rendelkezik, amivel te rendelkezel, és ráadásul messze felülhaladja mindegyiküknek a lelki-szellemi képességeit, és éppen ezért nagyon fontos, hogy tartsuk tiszteletbe, hogy Isten lakozik bennünk. Tiszteljük azt, hogy Isten van rajtunk. Úgy viszonyuljunk hozzá, úgy jöjjünk össze Jézus nevében, hogy ne legyen megsértve az ő személye.
ne okozzunk neki fájdalmat. Ne okozzunk olyan élményt neki, hogy azt mondja, hogy na jó, én ebből kivonulok, nézlek benneteket, mikor tér meg az eszetek, mikor teszitek le a fegyvert egymás ellen, és veszitek föl az Istennek az erős fegyvereit, hogy az ördög munkáját leromboljátok. Abban a pillanatban vissza fog térni az Úr hozzátok, és támogatni fogja az Isten a célkötözéseiteket. A közösségi szinten, családi szinten, egyéni szinten is egyaránt. Dicsőség az Istennek. Tehát ebben az időben azt mondja az Úr, ritkán volt kijelentés. Nem volt kijelentés az Úrnak a házába. De hála Istennek, ott volt egy Úrnak szentelt gyermek, akit az anyja, az istenfélő anyja megígért az Istennek, hogyha megáldasz engem egy gyermekáldással, oda szentelem. Ez a srác, kisrác volt, állandóan a Fridláda körül mozgott. Ugye ezt a feladatot is kapta, és a Fridláda kit jelképez? Jézus Krisztus jelképezi. A Fridláda fából és aranyból készült. Akácfát bemondták aranyjal. Ez azt jelképezi, hogy Jézus Krisztusnak a személyisége két természetből áll. Van egy valóságos emberi természete, ezt képviseli az akác. Nem a magyar akácra kell gondolni, csak nem tudok más szót mondani rá, arra a fafajtára, de a magyarban az akác hasonlít legjobban ehhez a fafajtához. Ezt bevonták aranyjal. Az arany a Bibliában, ha szakrális dolgokról van szó, akkor az Istennek a természetét jelképezi, tehát az Isten és az embernek a természetének az egységéről van szó a Fridládában. Ezen kívül a Fridládában benn volt Istennek a törvénye, szintén a názáreti Jézus Krisztus jelképezi, aki azért jött, hogy a törvényt betöltse, és nem azért, hogy eltörölje. Benne volt a Fridládában Áronnak a kivirágzott veszélye, az pedig a kiválasztott volt, hogy ő a kiválasztott főpap, és Jézus Krisztusra szintén ez vonatkozik. Az ő mandula veszélye virágzott ki, mit jelképez, hogy ő támadott föl a halálból. Halott volt, mert ugye bot azt jelenti, hogy nem volt benne élen, de ugye vitatkoztak, hogy az Áront elhívta-e Isten, vagy nem hívta el, és akkor Isten bizonyságot teszett, megáldotta Áronnak a botját, de Krisztusra nézően áldotta meg Áronnak a botját, és jelezte az, hogy az a főpap, akit az Isten megelevenít, a halottat, aki a halottat meg fogja eleveníteni. Ezért Áronnak a veszélye a názáreti Jézus Krisztusra utal, hogy a názáreti Jézus Krisztus az, aki halott volt és föltámadott, és ezzel a cselekedettel, a föltámadásával bebizonyosodott, hogy ő a Melkizedek rendje szerinti örök főpap a mindenki számára, egyház számára, Izrael is számára, mert Izraelnek sincs más főpapja. Nyilván most nem akarok belemenni a törvény szerinti főpapságba, de az igazi főpapja Izraelnek már most Jézus Krisztus, és meg vagyok róla győződve, a zsidóság összegyűjtésében, a modern Izrael támogatásában már végzi a főpapi tevékenységét, munkáját. Ezen kívül ott van a Fridládában a manna. A manna ugye 40 esztendőn keresztül, egészen addig, amíg át nem jöttek Nébónál, a Jordán folyón Izrael fiai és Gilgálban az oltárt fölállították, körülmetélték magukat, és utána lásd, mi történt. Reggel hiába mentek ki, hogy gyűjtsék a kenyeret az égből, ne kelljen dolgozni. Azon a reggelen már egyetlen egy manna nem volt a földön, úgyhogy jött a meló időszaka, a munka időszaka. Tehát mit jelképez a manna? Az életet jelképezi. Ugye Jézus, János Evangélium ez világossá teszi, hogy a manna és ő a mennyből alászárt kenyér összefüggésben van egymással, hogy a Mózes által adott manna az nem másra utal, mint a názáreti Jézus Krisztus személyére, aki a mennyből alászárt kenyér, és aki eszik belőle, annak örök élete van. Ezért az úrvacsora nagyon-nagyon fontos közösség, koinónia, Jézus halálával, illetve vérével és testével, mert az örök életet a életedben
a szívedben megerősíti. Kötelezd el magadat, hogy te a jövőben nem a testvéreid ellen fogsz harcolni, nem velük fogsz birkózni, hanem az ördög ellen fogsz harcolni, és birkózni fogsz azokkal a fejedelemségekkel, hatalmasságokkal, amelyek a városokat, a városodat, vagy a nemzetedet elnyomják, lentartják, és éppen ezért kent föl téged Isten Szentlélekkel, erővel, hogy ebben a birkózásban eredményes legyél, sikeres legyél, de ehhez az szükséges, hogy Istennek a fegyvereit és a Szentléleknek az erejét öltözzél fel, és használd ezeket az erős fegyvereket az erősségeknek, a magaslatoknak a lerombolására. Tehát ez a frigyláda, e körül mozgott tehát Sámuel, tehát a fölkenetésnek ez egy feltétele, hogy Jézus Krisztus centrikus személy legyél. Ezen kívül, hogy ne csak egy homály legyen számodra Jézus személlyel, hanem konkrétan értsed meg, hogy ki Jézus Krisztus. Ki Jézus Krisztus. Látom, hogy vannak emberek, akik hisznek Jézus Krisztusba, de elkezdünk velük beszélgetni, akkor Jézus Krisztus személyével kapcsolatosan homályba vagy. Homályba vannak. Nem tudnak konkrétumokat mondani, legfeljebb azt mondják, hogy meghalt és föltámadott. Többre van szükség. Azokra az ismeretekre szükség van, amit a frigyláda hordoz magába. A Szentlélek által való kijelentésben. Nem csak pásztoroknak van szüksége, hanem minden hívőnek szüksége van arra, hogy tisztában legyen Jézus Krisztus, hogy valóságos ember, hogy valóságos Isten, hogy főpap, hogy az örök életnek az elhozója, és örök életet ő ad, ami a leglényegesebb ismeret, amit a Szentlélek ismerté akarja tenni a hívőben, a názáreti Jézus Krisztus szemét, azt tudnod kell. Ez az alapja annak, hogy egy személyes közösséget létre tudjon jönni. De ettől még nem jön létre személyes közösség, érted? Na nézzük, olvassuk tovább, hogy hogy kezdődik a személyes közösségnek a létrehozása, létrejötte a Sámuel 3 alapján. Tehát, szól az Úr Sámuelnek, ő pedig felele, imhol vagyok. És Élihez szaladt, mondja, imhol vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig felele, nem hívtalak, menj vissza, feküdjél le. Elment azért, lefeküdt. Szólítá az Úr ismét, Sámuel, Sámuel. Pedig fölkelvén Élihez ment, mondja, imhol vagyok, mert hívtál engem. Sőt felele, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdjél le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, és még nem jelentetett ki neki az Úrnak az igéje. És szólítá az Úr harmadszor is Sámuelt, ő pedig felkelvén Élihez ment, és mondja, imhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Mondja azért Éli Sámuelnek, menj el, feküdjél le, ha szólítanak tégedet, és azt mondjad, szólj Uram, mert hallja te szolgát. Elment azért Sámuel, lefeküdt az ő helyére. Akkor eljövén az Úr, odaállt, szólítá, mint annak előtte, Sámuel, Sámuel, és mondd a Sámuel, szólj, mert hallja te szolgát. És mondd az Úr Sámuelnek, íme én oly dolgot cselekszem Izraelben, amelyet valakik hallanak, mind a két fülük megcsendül bele. Azon a napon véghez viszem Élin mindazt, amit kijelentettem háza ellen, megkezdem és elvégzem. Mert megjelentettem neki, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként teszik utálatossakká magukat az ő fiai, és ő nem akadályozta meg őket. Annak okáért megesküdtem az Éli háza ellen, hogy sohasem töröltetik el Éli házának az álnoksága, sem véres áldozattal, sem étel áldozattal. Aluvék azért Sámuel mindreggelig, és akkor kinyitá az úrházának az ajtajait, és Sámuel nem meri vala megjelenteni Élinek a látomást.
Szólítá azért Éli Sámuelt, és mondja, fiam, Sámuel, ő pedig felele, imhol vagyok. És mondja, mi az a dolog, amelyet mondott neked az Úr? El ne titkold előttem, úgy cselekedjék veled az Isten most, és azután is, ha te valamit elhagadsz előttem, mindabból, amit mondott neked. És megmondott azért Sámuel neki mindent, és semmit sem hallgatott el előle. Ő pedig mondja, ő az Úr, cselekedjék úgy, amint néki jónak tetszik. Sámuel pedig fölnövekedett, és az Úr volt ő vele, semmit az igéből a földre nem hagyott esni, és megtudá egész Izrael, Dántól, Bérsebáig, hogy Sámuel az Úr profétájául rendeltetett. És az Úr kezdett ismét megjelenni Silóban. Mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek, Silóban az Úr beszédének megfelelően. Amen. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Tehát az első dolog, hogyan jön létre a személyes közösség hívő és Isten között. Erre szeretnék rámutatni. Először is, Isten mindig az isteni a kezdeményezés. Isten nevén szólítja meg az embert, és nagyon gyakran, különösen az elején, de még a idősebb keresztényeknél is ez megvan, sokszor nehéz meghallani, értelmezni az Istennek a szavát, hogy hogy szól. Nyilvánvalóan vannak olyan beavatkozásai, amelyekben kicsi a tévedésnek a lehetősége. Például a fizikai hangon szól, az egészen más, jobban meg lehet ismerni, persze akkor is itt van szükség. Vagy akár epifániáról van szó, hogy megjelenik az Úr, láthatóvá teszi az Úr saját magát, és közvetlenül beszél az emberhez. Ezekben ugye általában nem lehet tévedni, tehát föl lehet ismerni. De az Új Szövetségben a Szentléleken keresztül van legtöbb üzenete Istennek. És nagyon gyakran a szellemünkhöz szól az Úr. És ahhoz, hogy ezeket a szavakat fölismerjük, ne hagyjuk figyelmen kívül, ahhoz fontos, hogy szellemi életet éljünk, ima életet éljünk, mert figyeljetek ide, ha nem halljuk meg, nem tud létrejönni személyes kapcsolat. Ha két ember egymás mellett ül, ismerhetik egymást, információkat tudnak egymásról, de még azt nem lehet azt mondani, hogy személyes kapcsolatban is vannak egymással. A személyes kapcsolat akkor kezdődik, amikor valaki valakit megszólít. Ez az első. A megszólítás nélkül nincsen. Tehát nem lehet olyan keresztény életet élni, hogy elfogadod a Szent Lelket, és utána mindegy néma szerzetes, tehát aki hallgatási fogadalmat tesz, egész életedben hallgatni akarsz. Tehát keresni kell, át kell lépni, magasabb szintre, szellemi szintre kell lépni a személyes életedben. Nem nagy dolgokat kell természetesen először várni az Istentől, hanem a személyes életeddel kapcsolatosan a Szent Léleknek a vezetését. Sokféle módon az Úr nagyon sok hangszeren játszik. Nincs olyan hangszer, amilyen ne tudna ő zenélni. A másik dolog, hogy a lelkünket, szellemünket, meg az egész személyiségünket, fizikai testünket is tökéletes módon ismeri. Tehát olyan tud lenyomni a billentyűt, olyan hangot tud létrehozni bennünk, amilyen senki nem tud. Tehát ő érti, nagyon ért bennünket, se apánk, se anyánk, se mi saját magunkat. Nem ismerjük úgy, mint ahogy az Úr ismer bennünket. Ő tanulmányozza a vesénket, és különösen tanulmányozza és figyeli állandóan a szívünket. De a probléma az, hogy ahogy először is Sámuelnél volt, ugye még nem tudta, hogy mit jelent a személyes közösség, szolgált lelkesen, buzgóan, elvégezte a napi feladatokat,
de az, hogy az Úr megszólalt, megszólította, ezt nem tudta fölfogni, és ugye, ahogy látjuk, emberhez fordult. Nagyon sokszor ez van, hogy van, amikor az emberek emberi dolgokat Isten kijelentésének értelmezik, és nagyon gyakran, amikor Isten szól hozzájuk, az pedig emberi dolognak, emberi ügynek gondolják. Mert a Szentlélek sokféleképpen igén keresztül például tud szólni, egészen más, amikor az igét a Szentlélek megjeleníti, és belehelyezi a szellemedbe, és ennek következtében a szellemedben az, az egész személyiséget átjárja egy szellemi fény, egy szellemi világosság. Vezet az Úr körülményeken keresztül, belső bizonyosságokon keresztül, hogy egy belső meggyőződést hoz létre a Szentlélek, amit természetesen egy szellemi ember nem nyom el, vagy szellemi hangot, arra vigyázni kell természetesen, hogy a szellemi hangokat ne keveredjél bele. Ez nem ajánlom senkinek, sem csak a tapasztalt embereknek, mert itt a fantáziálások, ugye, mert a hang, a szellemi hang az, és szellemi kép, az a képzeletünk is létre tud ilyeneket hozni, és nagyon nehéz megkülönböztetni, hogy mikor van az, amikor a lélek kap egy látást, tehát az elmédben hirtelen látsz, hogy hirtelen belét egy villanásszerűen megjelenik egy evangéliumi kép. Evangéliumból például Jézus föltámadott, és a föltámadásának a megjelenése. Nem gondolsz rá, csak hirtelen megjelenik az elmédben képszerűen. Ha a képzeleted nem erőltetted, akkor valószínű, hogy Istennek a szelleme hozta ezt, és helyezte rád. Mert az elméne, a léleknek is van szeme, és a szívünknek is van szeme. Mind a két szinten másféleképpen lát az ember. A lelkével is másképpen lát az ember, és a szívével is másképpen lát. A szívi látás az mélyebb, az átlátható. Tehát mélység meg tudja ragadni úgy a dolgot, hogy semmiféle érzelmi, vagy érzéki tapasztalata nincs a dologról, és világosan meg tudja fogni. De gyakran, amikor az értelemre, tehát a fantáziálásod nélkül csak hirtelen megjelenik egy képszerű jelenet, az is Isten munkája, de többnyire oda az embernek dolgoznia kell, hogy ez most mit is akar lenni, miért kell nekem most arra figyelnem, hogy Jézus Krisztus hogy jelent meg a tanítványoknak, és ez az egész beszélgetésükön keresztül, hogy Jézus megszólította a tanítványokat, tanítványok, ahogy válaszoltak Jézusra, mit akar ebből nekem az Isten mondani? Tehát ezeket oda kell figyelni. Ezek kommunikációk, a szellemi kommunikációt különböző dimenziói vannak. Van, amikor ugye mondom lélek, van, amikor a szellemünk, van, amikor meg a Szentlélek, ahogy hallottátok, hogy erőteljesen hozza, szállítja le a mennyből egy nagy ajándékcsomagot, és ebben benne van a látomás. A látomásnak például lehet nyílt látomása és a szellemi látomás. A szellemi látomásról akkor beszélünk tehát, hogy amikor a szellemére helyezi az ember, embernek a Szentlélek azt a mennyei dolgot, mennyei személyeket, akár angyalt, akár üzenetet, és egyszerűen ráhelyezi a szellemben. Ezt szellemi életet élsz, figyelni kell, nem szabad előre sietni, nem szabad magadtól, nem tudod ezen a területen a növekedést előmozdítani, csak úgy, hogy amit ad az Úr, azt tisztán megértem, és abban hűségesen jársz, akkor lépésről lépésre lehet haladni és lehet fejlődni. De soha jegyezzétek meg se az elragadtatásnál, se a látomásnál, nem az emberi a kezdeményezés. Én megszólítom az Isten természetesen imával, de az ima az egy más formája a kommunikációnak. És nagyon gyakran, ugye különösen a pogányokra jellemző,
hogy nagyon sok beszédre akarnak bombasztikus hatást gyakorolni az Istenre, gondolják, hogy előbb-utóbb elfárad Isten, és meg akar szabadulni tőle, és teljesíti a kérését. De erre nincs szükség, hanem a hitre van szükség, és a szívedre, és az Úr tudja, hogy mire van szükséged, és meghallgatja a hit beszédét. Tehát egészen más, amikor mi szólítjuk meg az Urat, és általában az ima után nem is válunk semmilyen választ, csak ki van pipálva, hogyha prédikálják a gyülekezetbe, hogy szüntelenül imádkozni kell, teljesítettem a mai kötelességemet. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy valakinek személyes közössége van, hanem imádkozik. Vagy bejön, vagy nem jön. Vagy jön rá válasz, vagy nem jön. De legtöbbször el is felejtik az emberek, amit imádkoztak. Tehát, hogy mit kértek. Nem hittel tartják. Tehát, amikor kimondja az ima kérését, nem marad meg a hite, hogy az Isten meghallgatta, stb. Hanem el is felejtette, hogy miről imádkozik. Kérlek tégedet az Úr Jézus nevében. Ezt a fajta imákat úgy, ahogy van, töröl ki a szellemi életedből. Ezt felejtsd el. Mert saját magadat tartott kötelékben nem tudsz tovább lépni. Köteleket helyezel a szellemedre, és nem tudsz előbbre jutni az Isten szellemével való együttműködésbe, a Szentlélekkel való együttélésben. Tehát figyelj oda, hogy mit mondasz az Úrnak, és ahogy mondja Isten igéje, hogy higgy abban, hogy amit mondtál az Úrnak, az meg lesz néked. Ha pedig még nem tudod elhinni, akkor könyörögjél tovább. Én nem hiszem, hogy bűn, hogyha egy dologgal kapcsolatosan többször is könyörgünk. De azért könyörgünk, mert még nem jött létre bennünk az a hit. Amikor egy ima kérések elmondasz, és érzed, hogy hittel ment, és az Úr meghallgatta, akkor lemegy az a teher a lelkedről. Pontosan az Anna legjobb példa. Kiöntötte szívét, kisírta az Úr jelenlétében magát, az ilyenkor a szív felszabadul, rászáll Istennek a nyugalma és békessége, föláll az ember az Úr jelenlétéből, megy haza és végzi a dolgát, és a szellemében békesség van, és többet nem ideges attól, hogy lesz-e gyerekem vagy nem lesz gyerekem, mert meg van győződve, hogy lesz gyerekem. Miért? Mert meghallgatott az Úr. Érted? Először mindig a szellememben jön létre a ima meghallgatással kapcsolatos bizonyíték. Nem akkor jön létre a bizonyíték, amikor jön a válasz, hanem előtte. Mert azt mondja az Úr, hogy amit mondasz, meg lesz néked. De mikor lesz meg neked? Ha hittel mondod, ha hittel kéred. Tehát ez figyelj oda, hogy itt benned mi van. Ha nyugtalanság van, továbbra is aggódsz, hogy meg lesz vagy nem lesz meg, akkor inkább könyörög. De ne felejtsd el, mert az egész dolog egy ilyen holtcselekvés, semmi haszna, semmi értelme, nem lesz se az Úr előtt, se neked nem, legfeljebb öncsalásra alkalmas, és egy meddő hívő életbe taszít tégedet. És természetesen ez egy alapja annak, hogy az Úr megszólítson bennünket, mert látja, hogy értelmesek vagyunk. De nagyon nehéz, sokszor ostobák vagyunk, mert ugye a szellemi élet, ahogy Sámuelnél is, ugye nem volt mester. Nem volt Sámuelnek, kitől tanulnia. Éli értett a szellem tudományához, a Szentléleknek a dolgaihoz, de ugye egy hatalmas nagy korrupció volt a Isten házában, és kiderült, hogy emiatt nem volt kijelentés. És hallgatott az Úr, és amikor így hallgat az Úr, nincs kijelentés, összeomlik a hívőkben a szellemi ismeret, és marad a pszichikai ismeret Istenről, értitek? És akkor már a dolgok nem úgy működnek. Nem lehet visszaszorítani a bűnt a gyülekezetből, vagy kiszorítani a bűnt a gyülekezetből, hanem ott van, ott trónol, ahogy ugye az Élinál, az Éli családja, amit képvisel, nem mozdulnak el a dolgok a holtpontról. Tehát, és ilyenkor beáll a helyi gyülekezet egy ilyen taposó malomba, hogy taposnak, és nincs egy dinamizmus, nincs fejlődés, nincs növekedés.
és szinte mindenki érzi ezt, csak nem tudják, hogy mi a probléma, és azt sem tudják pontosan, mert nem lehet tudni pontosan, hogy hogy lehet ebből az állott, megrekedt állapotból kitörni, és újra visszanyerni a szellemnek a mozgását és dinamizmusát. Kijelentésre van szükség, és meg kell teremteni azt a morális és szellemi milliót, amely lehetővé teszi arra, hogy a kijelentés szelleme működjön. Tehát az első dolog, hogy Isten megszólít. Tehát ezért, amikor megszólít bennünket, halljuk ezeket a kijelentéseket az Úrtól, akkor ne az emberek fele forduljunk, hanem Isten fele forduljunk, ez a feladatunk. És látjátok, hogy Éli istenfélő ember volt, mert amikor másodszor, harmadszor is ugyanez megismétlődött, és itt van a szellemi embereknek a felelőssége, hogy az Éli rájött arra, hogy ezt az embert, már a gyermeket, a Sámuelt, Isten szólítja meg, és figyeljetek ide, a lényeg nem is ebben van, hanem abban van, hogy az Éli elengedte a gyereket, nem akarta, hogy az ő kontrollja, uralma alatt maradjon, hanem adott neki szellemi tanácsot azért, hogy helyre tudjon jönni, hogy létrejöjjön a kontaktus, a kapcsolatfelvétel Sámuel és az Isten között. Tehát a szellemi embereknek a feladata itt benne van. Hogy a szellemi embereknek a feladata az, hogy figyelni kell, és itt differenciálni kell a hívők között, hogy, mert a fő cél az igehirdetésnek, a szolgálatnak, a pásztorlásnak az, hogy mindenki, minden hívőnek létre tudjon jönni szellemi közössége az Istennel. Nem a pásztornak az uralkodását és befolyását célozza a pásztornak a szolgálata, hanem az, hogy minden hívőnek létrejöjjön a Szentlélekkel, Jézus Krisztussal, az Atyával a személyes közösség. Mert igazából ez ad nekik biztonságot. De természetesen, különösen amíg ez nem alakul ki, akkor több tanácsadásra van szükség, több emberi pásztorlásra, és látjátok itt is, hogy megvolt az az időszak, amikor Sámuel emberfele fordul, de eljött az az idő, amikor a Sámuelnek az életében egy szellemi fordulat történt, hogy az Isten fele kellett fordulni, és az Éliben volt Isten félelem, nem magánál tartotta a fiatalember, hanem segített neki, hogy hogy tudja megcsinálni ezt a fordulatot, hogy szellem fele forduljon, az Isten fele forduljon. Tehát ez mit jelent? Hogy jelzi, hogy a szellemi embereknek mi a feladatuk. Hogy a legfontosabb feladatuk, hogy szolgálják a hívőknek a Szentlélekkel való személyes közösséget. Vigyázzanak erre a közösségre, hogyha csalás van benne, vagy megtévesztés van benne, vagy hitető szellem van benne, akkor védelmezni kell ezekkel szemben a hívőket, vagy ha bűnkövetnek el, és lehetetlenné teszik a Szentlélekkel való személyes közösséget, akkor természetesen a bűnre kell hangsúlyt tenni, ki kell mutatni ennek a súlyosságát, a következményét, hogy mit eredményez a hívőknek az életébe, de mindenféleképpen a tisztességesen forgolódó Isten embereinek az a cél az egyházban, hogy mindenkinek személyes kapcsolata, közössége legyen a Szentlélekkel. Ez a legfontosabb. Mert egészen biztos, ha nem másban, a legdöntőbb dologban egyedül maradsz. Nincs haver, nincs barát. Sokszor ezt látjuk súlyos betegségnél, elköltözésnél. Ott mondhatnak emberek dolgok, de egyszerűen nem hat rád. Tehát olyan, mintha semmit nem mondanának. Mert mit is lehet mondani? Ugye ezért ókorban csak leültek és némák maradtak, amikor egy ember így szenvedett. De a Szentlélek tud szólni. Nincs olyan kritikus, mély, elesett állapot az embernek, hogy a Szentlélek ne tudna mondani, és a Szentlélek valami bölcs dolgot ne tudna mondani. És ebben vigyázni kell. Tehát, hogy se feleséged, se a férjed, bizonyos helyzetekben a legmélyebb
úgymond, amikor az életnek a lényege felsejlik, tehát lelepleződik, akkor az ember mindig magára hagyatott. Egyedül van. Bármilyen sok barátja van, nagy családja, tisztelet övezi, senki nem tud úgy elmenni ebből a földi életből, hogy ne lenne magányos. De a Szentlélek ott van. És ezért nagyon fontos, hogy a Szentlélekkel meglegyen ez a kontaktus, kapcsolat a földi életben is. Mert nem csak nagy dolgokban, hanem kicsi dolgokban is tud eligazítást adni. Tehát a következő dolog, ami ebből a történetből meg lehet érteni, hogy a szellemi vezetőknek az egyik nagyon fontos feladata, különösen amikor erre megvan az érettség, hogy a hívőket ne lentartsák, hanem a Szentlélekkel való személyes közösségét építsék ki, hogy a Szent Szellembe tudjanak járni és maradni. Harmadik nagyon fontos fejlemény ebben a jelenetben a felelet, hogy látjátok, hogy addig, amíg a Sámuel nem válaszolt a megszólításra, addig nem alakult ki kapcsolat, hanem negyedszerre alakult ki kapcsolat, amikor már Sámuel tudta, hogy felelnem kell. Tehát párbeszéd, dialógus nélkül, kétirányú kommunikáció nélkül kiderül, hogy nincs kapcsolatfelvétel. Tehát válaszolni kell. Ha tudod biztosan, ne képzeld be, de tudod biztosan, hogy az Úr mondott, például, ne félj, légy erős és bátor. Ezt tudod, hogy az Úr mondta, akkor erre a mondatra válaszolni kell neked. Tudod, nem némának kell lenni. Vagy megköszönöd azt, hogy szólt hozzá, hogy legyed bátor, vagy pedig megkérdezed tőle, hogy hogyan tudsz abban a helyzetben te bátor lenni, mert félsz. És akkor szól tovább. Ad útmutatást. Kibontja. Egy jelenetet, egy szituációt, szituációval kapcsolatban részes eligazításnak. Tehát, ha nem felelünk, tehát jön egy ilyen vigasztalás hozzád, hogy ne félj, légy bátor, légy erős, stb. Vannak az Úrnak eszemér, mert ő ismeri a szíved, vannak ugye akiknek vigasztra van szükségek, és állandóan jön hozzájuk egy ilyen vigasztaló mondatszerűek, amik nem fizikai hanggal jönnek, hanem a szellemükhöz jönnek be ezek a mondatok. Ezeket el kell fogadnod. Nézd meg az Isten igéjébe erre vonatkozó kijelentéseket. Figyeld meg, hogy többet ezek az igék a lelked számára nagyobb áldást fognak jelenteni. És ha visszafelelsz, tehát szólsz az Úrnak, akár megköszönöd, akár tovább kérdést teszel fel, hogyha olyan ügyről van szó, akkor fogod látni, hogy fog történni a beszélgetés. Mert látod, itt ez a történet azért van leírva, hogy Sámuel mindaddig, amíg nem mondta, hogy imhol a te szolgád, addig az Úr, jó, Sámuellel nem lehet beszélgetni. Három éjszaka sikertelen kísérletek után az Úr visszavonult. A negyedik éjszaka viszont azt mondta Sámuel, hogy imhol a te szolgád a szellemi vezetőjének a tanácsára, és akkor viszont az Úr beletömte azt a kijelentést a szellemébe, amit el akart mondani. Tehát itt már miről beszélünk, hogy létrejött, micsoda? A személyes közösség. Személyes közösség. No de, nézzük meg a következő lépést, hogy fejlődik a személyes közösség. A következő lépésnél pedig az van, hogy mindig nézni kell a kijelentésnek a címzetjét. Ahogy utaltam már rá, ha én vagyok a címzetje, akkor nyilván nem tartozik az másra. De ha valami más címzetje van, akkor nyilvánvalóan azt eltitkolni nem lehet.
a proféta ugye félt a tekintélytől, hatalmas nagy tekintély volt Éli abban az időben, esze ágában nem volt, hogy egy rossz napot csináljon magának, és reggel azzal kezdje, hogy elmondja neki, hogy a családodat Éli ki fogja az Úr írtani. Hát egy fiatal gyerek ezt mondja, egy közel 100 esztendős embernek, és az egész ország már évtizedek óta szenved az Éli fiainak a korrupciója, a paráznasága, a házasságtörése miatt, esze ágában nem volt ennek a gyereknek, hogy ezt elmondja. De figyelj ide, a kijelentésekért felelősséggel tartozunk. Ha ez akár egy nemzetnek szól, vagy valakinek szól, akkor nem lehet elhatitkolni, mert megszakad a személyes kapcsolat és a személyes közösség, és nem tud fejlődni, akinek ilyen elhívása van ebben az elhívásban, ebben a szolgálatban. Érted? Tehát az első nagy kilépése Sámuelnek az volt, és itt is bejön a Élinek az Isten félelme, hogy mondja neki, fiam, ne hallgasd el, mondd el mindent, amit hallottál, mert ő is a szellemi ember volt, annak ellenére, hogy megalkuvó volt a fiaival kapcsolatosan. Ez volt a fő bűne, hogy elnézte fiainak a paráznaságát, de szellemi ember volt, és figyelmeztette Sámuelt, hogyha Isten adott neked üzenetet Izraelre vonatkozóan, vagy a családomra vonatkozóan, neked nincs jogod azt elhallgatni. Neked el kell mondani, mert ha nem mondod el, nem fogsz fejlődni a szolgálatba. És Sámuel megértette, elmondta, és ezzel tulajdonképpen belelépett egy szolgálatba, ami még nem kezdődött el, de megerősödött rajta a profétaságnak a kenete. De ez csak az eleje volt, és jön a következő lépés. A következő lépés pedig az volt, hogy a proféta növekedett a kenetben. A növekedés a profétának abban történt, hogy a folyamatosan jöttek a kijelentések, és szorgalmasan figyelt a Sámuel ezekre a kijelentésekre. Hogy mondja itt az Isten igéje, nem engedte földre hullni, hanem hová kerültek ezek a kijelentések? A szívébe. És kezdett engedelmeskedni a Szentléleknek, hogy a Szentlélek fölépítse benne a természet fölötti karakterét. Érted? És ennek következtében nem rekedt meg, hanem nem engedte, hogy a földre hulljon az Isten igéje, hanem befogadta a szívébe, és ilyen módon a belső emberét a Szentlélek elkezdte kiépíteni. Ez nyilvánvalóan a leírás alapján több évig tartott, míg felnőtté vált, és amikor felnőtté vált, akkor kezdődött el igazából a profétai szolgálata. Dicsőség Istennek! Tehát a személyes közösséget ilyen történetekből lehet először érzékenyé válni, hogy mi az, hogy személyes közösség, hogy nem csak egy vallás a bluff, mert ma mindenki használja, de semmit nem jelent legtöbbször. De ezekből a jelenetekből, mert benn van a Szentléleknek a kenete, az a kenet itt van most is, ami a Sámuelt bevezette ebbe a szolgálatba. Nem azt jelenti, hogy téged is a proféta a szolgálatba fog beemelni, hanem csak típust mutattam nekem, hogy hogyan fejlődik ki egy hívő és a Szentlélek között egy személyes közösség. Aminek az az eredménye, hogy egy ember a Szentléleknek a vezetése szerint fog járni, és a Szentlélek vezetése szerint fog élni. Tehát mi a tanulság? Nem elégséges az, hogy beépülök egy egyházba, nem elégséges, hogy Szentlélekkel be vagyok töltekezve, nem elégséges az, hogy szolgálok, hanem kell egy több. Igyekezni kell arra, hogy egy stabil, Isten igéje alapján álló személyes közösségbe tudja kerülni Istenhez. Ennek meg, ahogy látjátok, megvannak a tanuló évei. A fizikai időtől függetlenül.
tehát akár 60-70 éves embereknek megvan ennek a ideje, hogy meg kell tanulni. Itt is Sámuelnél látjátok lépésről lépésre. Óriási nagy változás volt, amikor felelt az Úrnak a megszólítására, és kialakult egy kétirányú dialógus, ő és az Úr között. Utána újra egy nagy előrelépés, hogy volt az a bátorság, hogy megmerte mondani Élinek, hogy mi a kijelentés. Utána az érettségi időszak jött el az életébe, aminek az volt a jellemzője, hogy a Szentléleknek a kijelentését nem vetette el, nem a szellemnek a kommunikációját nem veti meg. Ugye az érzéki embereknek az a problémája, hogy jelentéktelennek tartják. Nem figyelnek ezekre a szellemi kommunikációs formákra, hogy az Úr szól. Álom, látomás, belső hang, körülmények, Istennek az igéje, stb. Nem figyelnek, azt hiszik, hogy ezek jelentéktelen dolgok. Mert a szellemükben még az intuitív képességek vagy nem úgy működnek, vagy egyáltalán nem működnek. De ezért fontos, hogy az Úr ládája körül forogjunk. Tehát názáreti Jézus Krisztus körül forgunk, Jézus Krisztus központú emberek leszünk, akkor a szellemünkben ez az érzékenység ki fog fejlődni, és ebből ki fog bontakozni az Úr szellemével való együttjárásnak egy csodálatos pályája. Aminek az lesz a gyümölcse, mint Sámuelnél, hogy hatalmas nagy életmű, aminek következtében lezárta az anarchikus időszakot, visszahozta a kenetet Izraelbe, és egy új korszaknak az elindítója lett, és ennek az új korszakot körülbelül 100 évig ez az ember, Sámuelnek a kenete meghatározta. Dicsőség Istennek. Tehát a kérdésem az, hogy Szentlélek kenetével fölkent emberek meg tudják változtatni a történelmet? Meg tudják változtatni a nemzetüket? Meg tudják változtatni a településüket? A válaszunk az, hogy igen. Tehát erre kell nekünk is. Erre akar Isten bennünket kegyelme által fölemelni, hogy hatékony emberek legyünk, áldások legyünk a környezetünk számára. Elbúcsúzunk a televízió nézőktől, mert lejárt az adásunk, de mi folytatni fogjuk röviden. Mennyi atyánk az Úr Jézus nevében, köszönjük a Szentléleknek a jelenlétét, hogy olyan időben élünk, amikor Szent Szellemben, tűzben meríted alá mindazokat, akik hisznek benned, és szomjazzák a te kenetedet, és hozzád mennek, és elfogadják a te főpapi szolgálatodat. Az a kérésem, Uram, hogy áld meg a kedves televízió nézőket, hogy elfogadják a te főpapi szolgálatodat, hogy te 2019 és 2020-ban is folytatod a Szent Szellemben és tűzben való alámerítést azért, hogy személyes, közvetlen kapcsolatba kerüljél minden egyes hívővel, hogy minden egyes embert nevén szólítsad, és megszólítsd őket, mert te akarod őket vezetni, tanítani a te igazságaidra, Isten országának a titkaira. Kérlek, áld meg a kedves nézőket, és törzs be őket a te kegyelmi ajándékaiddal, a mi Urunk Jézus nevében. Amen.